Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, főleg akik itt vannak személyesen, de azokat is, akik esetleg a kamera másik végén, telefonon, számítógépen vagy más eszközön kísérik adásunkat. Előadunk most is Bhakti Pál Prabhu, és most is egy érdekes témával készültünk. Hát már maga a cím olyan különös, ne csak vágy rá, csináld is meg. Miért kell erről beszélnünk nekünk? Ugye vágyni mindenki vágyik valamire, de mivel hogy olyan sok könyv íródott ebbe a témába, olyan sok szakértő beszélt már erről, meg annyi előadást lehet erről hallgatni, én azt a következtetést vontam le, hogy mégse sikeresek az emberek, és még mindig nem érik el a céljukat. Úgyhogy mi ennek az oka? Jó. Mindenkit üdvözlöm. Örülök, hogy itt vagytok. Hát a vágy, ez egy ilyen komoly téma. Lehet, hogy hajtsunk be azért az ablakot, mert az jók ezek a motorok, de mindig nem muszáj, hogy legyenek nekünk itt motorok. Szóval a vágy, lélek rendelkezik vágyjal, mert léleknek a természete vágyni, és valójában ebben a világban minden, ami történik, az inkább ember nem csinál semmit, csak vágyik. És azokkal a kis gyakorlatokkal, amit ő úgy néz ki, a vágy irányt megy, ő próbál kifejezni erős szándékát, hogy nagyon erősen vágy erre a vágyra, egyre jobban koncentrál a vágyra, és akkor az elrendezések segítenek, hogy elérjen. Persze ez nem jelenti, hogy akkor most nem kell semmit csinálni, csak vágyni. Nem kell csinálni, csak értsünk, hogy egyik szempontból nem mi teszünk. Kifejezés, szóval mi csak kifejezünk a törekvésünkkel a vágynak a erősségét, de Isten, ő amúgy teljesíti a vágyakat. Bhagavad Gita-ban lehet olvasni, Srimad Bhagavatamban. A lélek csak vágyni tud, és van Istennek egyik kiterjedése, felső lélek, itt Paramatma. És ahogy az ember tud érezni virágnak az illatát, ugyanúgy Isten érzi léleknek a vágyát. És teljesíti. Nem mindig minden vágy egy illat alatt teljesedik, mert van még karma, és a karma miatt lehet, hogy időzítve van, hogy mikor lesz teljesítve vágy, de lesz teljesítve vágy. Hogyha nem múlik el. És nagyon itt nálunk probléma mostani világban, hogy csak keltenek a vágyokat az emberekbe, inkább úgy mondhatjuk, hogy nagy iparba ébresztenek a vágyokat, a mohóságot. És végül most már a társadalom, becsuktunk az ablakot, jött durván motor. Ez milyen? De látod milyen? Aminek kell, az jönni kell, az jönni fog. És a probléma az, hogy a társadalom most mesterséges vágyokat csinálja, és most valójában az lett a társadalomban, hogy egy életértelme teljesíteni vágyokat, meggyártani. Mert mikor én beteljesítettem egy vágyat, akkor ember már nem bír nyugodt maradni. Mi a következő vágy? Mit akarok vágyni? Probléma ezzel az,
úgy fájdalmas a vége. Most nem akarok elrontani itt a szerdától a következő hétnek a folytatását, de igazat mondom, hogy az lesz, hogy az embernek nagy problémák lesznek. Nincsen probléma vágyokkal, de van probléma, hogy milyen vágyok. És hogyha csak úgy ez az élet értelme, hogy vágyakat teljesítsek, gyártsak, általában mohú vágyok, erről van szó, káma, króda, lobha, az a kéj, jön belőle a kéj, lobha, mohúság, króda, düh, emberek agresszívak lesznek, egymást el fognak nyomni, az erősebbnek legyen minden, gyengébbnek ne legyen semmi, a vágy az legyen, mert az erősebb olyan vágyakat kelt a gyengébe, hogy ki tudjon őt használni. Ez fog történni, és akkor ilyenkor demokrácia az csak ilyen zászlón marad, csak egy tartalom nélküli szöveg, hogy van demokrácia, nincsen. És a léleknek, nekünk, embereknek meg kell tanulni, hogy milyen, mi az egészséges vágyaink. Hogyha nem jó vágyaink vannak, nem leszünk boldogok. Hogyha egészséges vágyaink vannak, akkor elégedetek leszünk, kiegyensúlyozottak leszünk és boldogok. És ahogy mindig visszatérem arra, hogyha akarjátok gondolat, miből lesz, mondom, nézzük meg magunkra. Ki elégedett, ki boldog, ki kiegyensúlyozott, ki nem stresszel. Ez mind a vágyoknak az eredménye. Mert minket nem arra tanítják, hogy legyél elégedett, hanem ne legyél elégedett. Amit ma vettél, holnap az már neked ne legyen elég. Holnap jön új verzió. Nem? És akkor vegyi. És akkor ember szét van, csak szaladgál, rohangál egymás után. Amikor Indiában vagyok, nagyon tetszik. Kettő dolgot láttam. Egyik, megértettem, az egyik, hogy miért nincsen óbi meg a praktiker Indiában. Lehet, hogy még már van, de nem volt még egy pár éve ezelőtt. Mert amikor sétáltam egyik helyen, ott festették a kerítést, olajfestékkel, fém vaskerítéset, nem ecsetel, egy rongyal. Egy réhe ruháról leszakította egy ilyen csikot, azt bemártatta a festékbe, és akkor így rongyocskával befestette. Akkor, és elégedett, boldog. Nem állt egy hétig gondolkodott, hát hol szerzek valami ecsetet, vagy pisztoly, hogy befújjak. Amikor lesz ezek a drága dolgok, akkor talán le fogok festeni. Igen, most nálunk, ahol kell füvet vágni, hogyha nincsen motoros kasza, akkor nem lesz levágva a fű. Miért? Mert egy sima kasszával ezt nem lehetetlen levágni, nem lehet elégedett lenni ezzel a kasszával. Sima kasszával levágni füvet, ez elégedetlenség mindenkinek. Miért? Nem lesz zugás, nem kell benzint, nem kell rontani, nem kell ezeket a damilukat, nem fog kiesni ott mindenhol a természetben, nincsen szemét. Ez annyira rossz sima kasszával kasszálni. Annyi munkája van, a motoros kasszában annyi könnyű, ott csak egy domilt kell megvenni és kicserélni. A másik kasszával élesíteni kell egy kővel a kasszát, ez nagyon nagy probléma. Mert Indiában ezzel nem volt probléma, ember elégedett volt, tiszta festék volt a kezdetet, lemossa és festette. Néztem a következőt, mentünk egy ilyen hajón, Gangeszen keresztül, és oda arra a hajóra, tudjátok, ilyen hajó csak egy platné van. Platné, úgy jól mondtam? Plató. Igen. Egy ilyen sérzőkkal, ilyen hajó. Ember szállító, hajó, csónak, motorcsónak. Ez egy ilyen nagy csónak, kis hajó valahogy. Ott pedig emberek biciklikkel együtt felszálltak.
És volt ilyen, látszik, hogy ilyen 100 éves biciklis, és vadi új bicikli. Ugyanúgy néz ki technológiával. Ugyanúgy. Nem fejlődött. Nem lett 82 sebességváltó rajta, tárcsa, olajfékes, mert nem tudom mik vannak. Ugyanúgy, ahogy nézett ki a 200 éves bicikli, vadi új ugyanúgy néz ki. Elégedetek? Ott nem arra koncentrálják emberek, hogy a külsőre teljesítsem a vágyakat, hanem a belsőre, hogy mi az, mi belül legyek, milyen vágyak belül kell elégedetetni. A többi csak megélésre való dolgok. És nekünk most a megélés, ez most lett az élmény. Mi van a YouTube-on? Mi most a legnagyobb élmény? Unboxing. Ember valamit megveszi, ezt kezd kicsomagolni, és ezt felveszi YouTube-ra. De fél órát mutatja a dobozt. Nézd, van ilyen, és itt rá van írva el a dobozra, hogy megfordítja. Jó, könnyű, vizsgálja fél órát a dobozt. És felveszi ezeket a részleteket, és kicsomagol minden. Egyik csomagol, a többi csorda, a hatású emberek nézegetnek, és mondják, hogy igen, kicsomagoltál, én is takarok. Akkor holnap én nekem nagyon nagy sikerélményem lesz, mert holnap én veszek, és YouTube-ra én kicsomagolom. Unboxing. És már mindent, nem tudom, hogy mondják magyarul, amikor így valamit, preview, amikor valamit bemutatnak új dolgokat. Valamit, bárki bármit vesz, használtat, újat, minden, és ott, élmény. Eltértem a kérdésről? Mi volt nem, a kérdés? Nem. Szóval a vágyukkal ez a probléma, hogy sajnos nagy csalódás a vége. Óvatosan kell, és tudnunk kell, hogy mire kell vágyni. Ez is semmibe megy. Így, hogy vágyokat gyártsa a civilizációnk, és mi csak teljesítsünk egymás után dolgokat. Uh-huh. És milyen a jó vágy, vagy milyen az egészséges vágy? Mi az egészséges vágy? Egészséges vágy, kérem szépen, hát mindig úgy, vannak elvek, amit meg kell értsünk, és meg kell értsünk, hogy mi az életnek az alapja. Mi most emberek vagyunk emberi testben, és mi az életünknek az alapja. Mire kell alapítani a célokat, a vágyukat. Miért? Mert hogyha mi építsünk egy olyan alapra, ami nem stabil, hanem hamis alap, akkor össze fog omlani az az alap, összeomlik az életünk, mert erre építettünk. Párszor ez itt már említettem, amikor valaki építi egy házat, és akkor rossz alapot rakja, felépíti a házat, akkor ahogy csak alap elromlik, összedől az egész ház. Képzeljétek el, egy ilyen felhőkarcolót felépíteni. Mert általában mi ilyen életünket akarunk, hogy legyen minimum egy felhőkarcoló az életünk, és akkor minden romlik. Ami persze, de, és akkor fognak mondani, rossz volt az alap. Általában, amikor van egy szép ház, új házon felépítve, akkor nem beszéljünk, mi az alap a háznak, csak nézzük, milyen szép a ház, meg van csinálva, színes, jó, csodálatos. De mikor összedől, akkor már rögtön van át az alapnak a problémája. Mert tudjátok, hogy a felhőkarcolókat hogy szokták szétszedni? Robbantják. Az alapot. Az alapot fel kell robbantani, és akkor megvan, hogy hogy kell, és akkor így összecsuklik a ház, mint a kártya ház. Ezért ez egy nagyon-nagyon fontos, mert hogyha mi életünket, csak egy példát mondom, nem akarok ezt a Covidot mindig, de csak azért fogok,
ha ne gondoljunk, hogy vége van. Most nem akarok negatív lenni, de ez az igazság. Csak azért, hogy párszor mondtam, hogyha most nem változtatja az ember az életet, emberiség nem változtatja. Hogyha nem a Covid, akkor a háború, de értsétek meg, valami fog jönni, kell reszetelni. Mert annyira rossz irányba megy az emberiség, pont a vágy gyártásokkal, hogy ez újra kell indítani a rendszert. És azok, akik most nem álltak meg, és akkor gondolják, a vágy teljesítése ez az életem, amikor bejön valami, ó, nagy trauma lesz, mert akkor már nem lesz lehetőség dolgokra. De az, aki most tanulja meg, akkor, hát hogyha mindenkiért most váltja, akkor nem lesznek újraindítás, mert hogyha embernek van ennyi lelki erő, hogy a magától újraindítson az életét, akkor én nagyon szeretnék, hogy ne teljesítsen, amit én mondom. Nagyon szeretnék, de ez nem csak az én szabaim. De nagyon arra megy. Annyira én nem akarok, hogy ez legyen, de lesz, hogy mert újra kell indítani. De hogyha mondjuk emberek magától van lelki erő változtatni az irányt, akkor nem lesz ezek a újraindítások. Nem, hogyha a számítógép jól működik, akkor nem kell újraindítani, nem kell újra rakni a rendszert, de mikor már nem tudsz még gépelni semmi, mindig lefagy, meg össze-vissza reagál dolgokra, akkor mit csinálunk? Először csak újraindítsunk. Hogyha az se segít, akkor csináljunk hard resetet, törlünk mindent, formatálunk a lemezet, és újra rakjunk a rendszert. Mikor túl sok hiba, és hogy a társadalomnak túl sok a hiba, akkor az lesz. Csak legyünk nyit, ez most nem egy ilyen Nostradamus dolgokat mesélek, mert innen-onnan, nyissuk meg a szemüket, nézzük, mi történik a világban. Hány helyen most van háború, hogy egyre jobban beszélnek agresszívan a nagyvezetők. Egyre jobban ijeszgetnek, és valakinek egyszer ki fog verni biztosítéket. Ők csak az eszköz az egész emberiségnek. Őket ki használja a rendszer, hogy újra legyen indítva az életünk. Igazából nem, hogy ők benne vannak ugyanúgy, mint mi a pakliba. Ezért a vágyra mire kell, mi lelkek vagyunk. Nem vagyunk ez a test. És ezért első alap, arra kell építeni, hogyha van ez az alap, hogy én lélek vagyok, ez egy stabil dolog, az sose változik, és erre építjünk az életet. Mellette lehet család, lehet dolgok, de, nem ez de akkor nem a mohóság, hanem ezek a körülmények kell, hogy segítsenek, hogy megéljek, hogy megkapjam az élményeket, mert az oké, kell egy élmény, a család, gyerek, és tovább, az nem probléma. Szóval nem arról van szó, hogy mindenki legyen lemondott remete, vagy nem tudom, hol lakatlan szigeten éljen. Nem. Csak a hangsúly az életének legyen másik. És ezek az élmények, amit jó alapra építsünk, azoknak fognak minket segíteni, inkább fejlődni. Most degradálni segítenek, mert most ki van iktatva az a opció, hogy lélek vagy, akkor csak válj, és akkor csak egy zombi vagy, egyre jobban, mert ha téged egyre jobban rá lehet venni itteni divatra, hát ez pont ez a mohóság, mi van divat? Ez a ruha, ami rajtam van, ez a divat, ez már hány millió éves? Hát nem millió, pár ezer éves. Ez a divat. A lányoknak a szári, nem tudom ki látta, szép színes, nem kell kitalálni mindig valami új dolgokat. És akkor nem kell ennyit dolgozni, mert új dolgokat venni kell, meg ez, veszel egy pár dolgot, aztán a többi megélés van, foglalkozol, akkor a több időd lesz a családra, most nincsen egy családra se idő. Annyira vágy, gyártásban vagyunk, ha nincsen idő családra, hanem gyerekekre vannak rázva, iPad-ekre, tabletekre, telefonokra. A gyerek nem kapja azt a szeretetet.
És ezt tudom, mert most voltam Békés Csabán, ott van egy nagyon jó család, akik már nem tudom, 10 valamennyi éve gyerekekkel foglalkoznak, ilyen magán óvodát csinálnak, meg tábor kis óvodás gyerekeknek, és mondják, hogy valamikor be a szülő hozza egy gyereket, ami azt mondja, mi már nem tudjuk rajta segíteni, annyira tablet függő, hogy már nagyon nincs, nem kapja ezt a szeretetet. Szóval megint, hogyha jó az alap, akkor meg lehetne pár, lehetne technológiák, mindent, de nincsen elvészve az irány. Mert nekünk mi az irányunk? Van, mindennek van célszerűsége. Nem, itt nincsen semmi, csak úgy, mert ezt dobta a gép. Csak úgy süt a nap, csak úgy van itt a levegő. Nem, mindennek van célszerűsége. Isten, ő a legnagyobb tudat. Szóval ő, hogyha valamit csinál, akkor nem káosz csinál, hogy csak itt sikerült a világ. Nem, minden apró atomnak értelme van, miért van. Van céle, célszerűsége. A napnak, a holdnak, mindennek. És akkor nekünk is van. Aki emberi életbe született, akkor van cél. De nem ez a ránk erőltett cél, ami belőlünk állatokat csinál, és megakadályozza, megtapasztalni a legnagyobb szeretetet, hanem igazi cél, ami lélekkel összhangban van. Akkor egy nyugodt leszek. És akkor nem lesznek a háborúk, nem lesznek katasztrófák, nem kell, hogy legyenek, de valamikor újra kell indítani. Így válaszoltam? Teljesen. Kettes kérdésre? Félelmetes, de jó. Szóljátok, mikor sokkor nyugtatót hozok. Jó. Na tegyük föl, hogy valakinek már kirajzolódtak az egészséges vágyai, azok, amik jók. Hogy hogyan lesz azokból a vágyakból a beteljesült boldogság? Jó. Tehát rendszer ugyanúgy működik, minden vágy teljesítése, szóval a jó vágyukat, van egy megint törvényszerűség, hogy működik az élet. A lelki vágyokra ugyanúgy működik, az anyagi vágyokra, az rendszer egy. Nem egy nagy dolog. Hát úgy működik, hogyha van egy konkrét vágy, akkor ezt célra kell tenni. Ez az első. Mint a cél, itt nagyon fontos társulás. Amikor van megfelelő társulás, akkor erősíti a célunkat a jó társulás, a vágyunkat, a célunkat formatálja. Aztán a legjobb, hogyha mi most megyünk ki ebbe az irányba, egy kicsit ilyen menedzsment irányba, ez megint mind a kettő jó, anyagi, lelki, mindenhol működik. Minnál konkrétabb a célom a vágytól, annál gyorsabban és konkrétabban el fogok érni. Hát, hogyha mi megnézünk, hogy hogyan működik a világnak a teremtési folyamata. Mert egy szempontból mondtam, igen, nem ember maga éri el a vágyát, de ezekkel a tevékenységekkel, a folyamattal, amelyekben részt vesz az ember, mikor vágyokat teljesíti, adjon neki lehetőséggel konkrét vágyat megkapni. Csak egy példát mondom, meg hogyha gyerek van otthon szobában, és ott van az anyukája, és akkor mondja, ennék valamit. Mit ennél? Valami finomat. Jó, hát akkor én adok, ami nekem finom. Nem biztos, hogy neked. De mikor gyerek mondja konkrétan, mit enne, egy konkrét dolgot, akkor azt megkapja. Konkrét dolgot. Szóval nekünk is az életünkben. Nagyon sokszor ember csak gondolja valami vágyra, de nincs konkrét.
Ezért a teremtés is így történik, hogy a hangból, hogyha most megyünk kicsit metafizikába is, minden, ami megnyilvánul a világba, az is hangvibráció. Ez a kis dolog, ez egy hang, csak nagyon tömörített. És a vágy, ez egy hangvibráció. Léleknek van ez a vágy, ez a vibráció. És először, amikor ez az eredeti vágy egy kicsit kezd kitágolni, akkor vizualizálódik. Általában ember, aki konkrét valamire vágyik, neki van egy vizualizáció, egy kép maga előtt. Utána, hát tudok mondani szanszkrit szavakat, ezeket a szinteket, ez pasia szint, ez a vágy szint, és vágynak van egy energia. Jó, akkor már megyünk ebbe az irányba, jó? Mesélek. Szóval vágy, ez nem csak, hogy álmodozik, és utána történnek a dolgok, nem. A vágy, ez egy energia. Úgy hívják, hogy itt se shakti. Shakti szó azt jelenti, hogy energia. És amikor ember vágyakozik, így ha shakti, akkor van vizualizáció. Hát először képben lát. Ez a pasia szint, ez az intelligencia szinten van. Utána lejjebb megy a vágy egy szinttel, mondjuk így, akkor ember elkezd leírást adni, dolgokat írja, konkrétizálja, hogy milyen, hogy legyen, és itt ez lesz, és akkor innen az lesz, és ilyenkor így, és akkor így írja le, és tervezi. Ez a kettő. Le van írva, milyen, és tervezi, hogy hogyan fogok. Szóval ez a tervezés, ez is egy energia, ez a Gyana Shakti, úgy hívják, hogy a tudásnak az ereje. Mert minél jobban megtervezem, minél konkrétabban a vágyam, annál konkrétabban lesz a tervem. És akkor, amikor megtervezem, ez egy erő. Ennek van energiája a tervnek. Ezért látjuk azok, akiknek nincs tervük, csak hogyha a karma magától valamit elhozza, akkor megkapja. De általában azok, akiknek van konkrét vágy, konkrét terv, az irányt, az szerint mennek, akkor érnek el a nagy dolgokat. Másképp nem. Vágyakozni lehet sok mindenre, de terv kell. És akkor így ember írja, leírja, csinál egy utat. Szóval tervez mi? Ez egy út a célhoz. Szóval vágy, ez a célja válik, és akkor ugye, hát nézzük meg, mondjuk itt vagyunk ebben az épületben, ez ugyanúgy történik. Ez az épületnek a létrehozása, hogy hol kezdődött. Valakinek volt egy vágya. Jó lenne egy ház. És utána volt egy vizualizáció, hogy hogy nézem ki egy ház. Először az elmében gondolkoztam, hogy így fog kinézni. Utána papíron kezdte rajzolni. Akkor még nem voltak tábletek. És akkor lerajzolta. Akkor ez volt már egyre másik szintre került ez a vágy. Akkor csak egy sima vágy vizualizáció, cél, ami konkretizál, vagy egy ház, így Szegeden, ilyen, és utána még konkrétabb, amikor leírom róla a dolgokat, és csinálom egy tervet, hogy ennyi négyzetméter, ennyi magasság, ennyi ajtó, ezen az utcán, ez saroképület, és akkor megy. Mikor ez megvan, mikor kapcsolódik be a második energia, vagy a harmadik, ez a három energiából áll az egész vágy teljesítése, ez a vajkári vák. Mit jelent ez? Szó. Ember kezd beszélni róla. Nem? Elmegy. Tervezőhöz néz, ezt akarom, és akkor ő mondja, jó, akkor kicsit így, kicsit úgy, jó, akkor engedélyezünk. Akkor tovább beszél, semmi még nem csinál, hanem felhívja a céget. Gyere, te ással a gödröt, te gyere lapátolni, te hozol a betont, beszél róla. És utána jön, utána eléri a célt, a terv szerint.
Ezért Bibliában, védikus írásokban mit írják? Először mi volt a teremtéskor? Ige. Ige, a szó. A mantra. Így van. Szóval ez így működik, de mantra előtt volt egy vágy. Szóval nem csak, hogy Isten így ült, és akkor csak így bum, kimondta egyet, ez lett. Így lett a világ. Nem kellett össze-vissza beszélnem. Nem, hanem ő nagyon tudatos, és ő nagyon-nagyon minden részletes, mindenki volt. Megvan itt, ki van találva, de hangvibráció által a végső teremtési energia, ez a hang. És minden hangból. Tudósok egy kicsit máshogyan gondolnak, azt gondolják, hogy robbant egy valami, káosz volt, össze-vissza repültek itt a dolgok, és akkor a káoszból lett rendszer. Jó, de hogyha ők tudománynak ezt neveznek, akkor a tudomány ez bizonyítékok kísérletek által. Akkor robbantsunk fel ezt a házat, és várjuk meg, hogy felépüljön újra. De ezt kell csinálni tudósoknak, legyenek következetesek, csak az életben nem így csinálnak, ahogy nekünk mondanak, fordítva csinálnak. Szóval az egész élet fordítva működik, nem, de az milyen skizofren állapot kell, hogy mondani, nem így lett a világ, nem a hangtól, hanem a káosztól. De semmi nem történik a káosztól. Kell egy tudat, meg hogyha van egy káosz, van egy mondjuk egy farakás, mi mindig egy tudat, akinek van vágya, akinek van vizualizáció, aki egy farrakásból megcsinál egy épületet, egy házat, nem? Nem csak, hogy fogja egyik kupaszba, átdobálja a másikba, és az úgy összerakodik. Szóval vágynak van, akkor megint van a pasja, van az eredeti csak vágy. Hát általában eredeti vágyok vannak a léleknek, csak ők mostani nyomás által, amiben mi vagyunk, eltorzítják. És nekünk nem azok a vágyak vannak, ami nekik boldogságot okoznak, hanem ez dobja a társadalom nekünk, a gép. És ezeket a vágyokat, ez a pasja. Utána jön a Gyána Sakti, amikor az elmében mi tervezünk, és beszélünk róla, ez a Vajkári Vák, durva beszédelni. Utána jön a cselekvés csak. Erre is sikerült válaszolnom? Nagyon jó, köszönöm szépen. Következő kérdés igazából az lenne, hogy mik a fő buktatói a sikernek, mert hát ugye a tervkészítésig és a mérnökkel való konzultációk azért el szoktak jutni az emberek, még ha nem is ilyen tudatosan felépített rendszerbe, de hát tudjuk, hogy sok remek terv is dugába lőtt már. Kevésbé remekekről még nem is beszélve. Azt gondolom, hogy lehet, hogy még előbb beszéljünk egy kicsit, hogy hát először ember kezdj el csinálni valamit, a bukta az később jön. Jó. Szerintem csináljunk még egy lépcsőfokot, rakjunk bele, jó? Uh-huh. Ami már említettem, hogy nagyon fontos. Már mondtuk, hogy akkor legyen az alap, hogy mi az az alap, mit vágyak. Az, hogy én lélek vagyok, ezeket kell tanulmányozni embernek. Az nem csak úgy, na akkor lélek vagyok, akkor elvágyok, hanem ez is egy folyamat. Szóval kell tanulmányozás, hogy mi az a legyen vágy, ami biztonságos, ami boldoggá tesz nem csak engem, hanem mindenkit, ami körülöttem van. Mert igazi vágy az önzetlen, az motiváltlan, vagy segít olyanra válni. Persze ez nem azt jelenti, hogy most felépítem a házamat, és összes hajléktalant oda beköltöztetem az én szobámba. Nem erről van szó, hogy ez a motiváltal, ez egy ilyen szentimentalizmus. Ezért kell tudni itt is pár törvényt. De akkor kell ez, akkor kell társulás. Hogy kell valami lelki gyakorlat, hogy tisztítson a vágyaimat, vagy
Hogy hogyan te, mert mit jelent, hát most tisztítani a vágyokat, ez egy az egész élet folyamat, de hogyha én helyes vágyokra vágyok, anyagi vágyokra most mondom, ez egy normális, hogyha legyen családom, ahogy mondtam, legyen egy házam, legyen gyerekem, ez egy helyes vágy, de ott is kell megtanulni, hogy hogy kell így csinálni, hogy boldog is legyek, én, azok, akikkel teljesítem ezt a vágyot, a családtagok, a gyerek, és lelkileg fejlődjek, és ez segítsen nekem önzetlennévá válni. Nem ilyen konfliktus családot építeni, ahol én várok el tőled, te vársz el tőlem, és hogyha meddig te nem változol meg, meddig meg lehet téged tűrni, bírni, szóval ez egy másik dolog. Szóval, és ez segít egy megfelelő társulás. Megfelelő társulás fog adni bizonyos elveket, mert az elvek az ilyen kis terülő ösvény dolgok, hogy hogyan kell építeni az életemet. Igen, akkor ez a társulás, és utána jön most a bukás, vagy nem bukás. Hát mi ez az, hogy bukás? A bukás az akkor van, amikor valamit próbáltam csinálni, és büszke lettem. Ha nem vagyok büszke, és valami nem sikerült, akkor át kell gondolni, hogy lehet, hogy nem az én természetem. Lehet, hogy nem jár nekem karma szerint, annyi sok minden. A büszke ember azt gond nekem jár. A büszke ember azt fog mondani, hogy ez nem, ez igazságtalan. Miért neki van Mercedes, nekem nincs. Ez büszke ember. Egy normális ember, ő gondolja, lehet, hogy neki jár. Olyan karmát csinálta, én nekem más a karmám, nekem nem jár. Ezért én próbálok, de most nem jött össze. Szóval a bukás megint ott nincsen. Hogyha nem vagy büszke, akkor nincs bukás, hanem meg kell keresni, mi az, ami az én keretem az életemben. És megint ez a társulás, az fog segíteni megtanulni, mi a keret, ami belefér, mert valaki, hát látjunk mindannyian, valaki 500 ezeret keres, valaki alig tudja 100 ezeret keresni. És hogyha az a 100 ezer forintos ember elkezd kinyomni magát, a 500 ezerre keresi, ez vége lesz az embernek. Van kapacitás, múlt életnek köszönhetően, és akkor, és itt van megint, hopsz, akkor legyél elégedett azzal, ami van, ami neked jár. Van egy ilyen vers is Upanishadban. És se válszem idám szaravám, jet kicsam dzsagatán dzsagat, téne, csak téne budzsita, mán gridhá, kásza, szidhanám. Az azt jelenti, hogy itt minden isteni. Senki sem miénk. Az Amerika, valaki mondja, ez az ilyen Amerika, akkor már hova mentek az oroszok, már ott vannak. De hova mentek az észak és a déli Korea nem tudnak megelegedni a föld területekkel. Magyarok mondanak, Transzilvánia a miénk, Kárpátalja a miénk, Pozsony a miénk, mi van még? Fél Jugoszlávia. De nem tietek, ez isteni, ez az övé. Mert mielőtt itt voltak a magyarok, a transzilvánok, az oroszok, ez már megvolt. Nem a miénk. Szóval ez mondja ez a vers. Itt minden az övé. És a vászjám, ő minden kontrollál. Mindez az ő birtoka. De mondja ez a vers, de minden lélek, akik itt vagyunk mi megkapjunk számunkra kibocsájtott egy mennyiséget. És azt mondom, te ne budzsinta. Lehet használni, mi használhatjuk a magyar területet, bármilyen területet, de mi megkapjuk, amit megérdemeltünk, egy bizonyos adagot, és mindenki máshogy. Valaki kisebb lakásban lakik, valaki nagy lakásban lakik.
múlt életnek a következményei. És használja, és azt mondja, legyen ezzel boldog, elégedett, élvezd, bujjentá, élvezhet, mágrida, kászeszítanám. De ne felejtsd el, hogy ki minden. Meg az a te lakásod, az se tiéd. Mert utána te mész, a lakás marad. Szóval itt, hogyha így látom, akkor nincs bukás. Hát figyelj, hogyha nem az enyém, én mit buktam? Hogyha van hamis egóm, az enyém, akkor buktam. És a vágyaknál van kettő dolog. Akkor egyik ez, hogyha mennyire értem, hogy mi az, ami elérhetem az életemben, az én karmám szerint. Ezért nem működik a titok film, meg a könyv. Ki olvasta a titok szikret? Nem baj, nem veszített el sokat. Az annyira csinálja, megmondom, hát hogyha mindenki elolvassa a titok filmet, akkor az szerint itt a világban mindenki már mindegyik első milliárdos lehet. Mert csak vágyál, mert vágy vonza pozitív erő, ami logikusan vonzik, csak hogy kifelejtették a karmát. Pici apróságot, ami miatt semmi már nem ér. Semmi nem ér ez a könyv. Ér egy kicsit, mindjárt megmondom, hogy mit ér. Azért van valami, de úgy könyv szerint mindenki lehet milliárdos. Itt vagyunk mi. Akkor hát ez nagyon nagy pénzgyárt kellett, fel kell építsünk, hogy mindenki legyen milliárdos. Nem. De ennyit segít, mert sok ember tényleg egy kicsit jobban anyagilag lett. Igen, mert nekem mondták, hogy elolvasták, és elkezdtek így csinálni, és kicsit javult az anyagi helyzetük. Hát ez csak ennyi van, hogy neked van egy, ahogy mondtam, keret, mennyit pénzt keresél, de te kinyitottál a csapot csak ennyire. És az a könyv segít neked kicsit jobban, tudatosabban, céltudatosabb legyen, konkretizálni minden, akkor csak megnyitja a csapot, és akkor kész. De megáll a keretnél, a fő keretnél, ennyi az, értitek? Szóval van egy, hogyha 3 bar nyomás van víz a házadban, de csak egy fél bárra nyitottál, és valaki úgy mondja, hát figyelj, csavard ki egy kicsit, kicsavarsz, hogy kijön a 3 bar, de 5 bar nem lesz. Szóval ezért ebből szempontból nem rossz, mert egy kicsit ember megtanul tudatos lenni. Na, akkor az első, megint vissza. Hogy akkor jár nekem, nem jár nekem. Mert sokszor, én nagyon sokszor lehet látni, ember erre pazarol az életét, hogy ilyen teljesen rózsafelhős vágyai vannak, és akkor egész életben nem, ő már sok mindenben lett volna sikeres, nem, ő mindig megy, és mindig neki megy a fejének, a falnak, és mindig csinál, és csinál, és csinál, és ez egy ilyen kis naív, és nem tanul semmi belőle. Nem, tanuljunk, hogyha valami nem sikerült, akkor meg kell tanulni. Igen, vagy nem. Aztán valami, és ezt kell tudni, mert valamikor igen, valamikor nem sikerül, de még mindig nem jelent, hogy nem. Hanem kell folytatni, mint a Wolfram, tudjátok a Wolframot? Aki csinálta az első Wolfram égőt, a rendes izzó lámpát, azt mondják, hogy ő, nem tudom, 1000-szer hibázott. És 1000-szer egyre, vagy valamikor, akkor sikerült neki a lámpa, és akkor már kezdte égni. Szóval akkor így működött. Szóval itt ez, nem adjunk fel, hogyha hibázunk. De valami, de meg kell különböztetni. Lehet, hogy nem folytatjunk, valamikor folytatjunk. Ezért a társulás abban segít, hogy megkérdezünk, ez most az én útom, vagy nem az én útom. Valaki fog segíteni, mondani, nem, ez nem a te útod, nem folytass, más csinálja. Igen. Még a természetünk. Van nekünk a pszichofizikai természetünk, és ez azt jelenti, hogy nekünk megvan, hogy milyen vágyak teljesítése nekünk tudnak egy elégedettséget okozni, valami csak feszültséget. Csak egy példát mondom,
amikor volt még Szovjetunió, akkor mindenki volt munkás. Az volt. Amikor te arisztokrata családból, akkor te nem voltál menőiskolában, de hogyha a munkás osztályból, akkor jó. Mikor összeomlott a Szovjetunió, mi lett belőle? Mindenki lett bizniszmen. Piacok. Magyarországon is ez volt, emlékszem. Gyáli piac volt a legnagyobb. Szegedén nem tudom, Kecskeméten nagy piac volt. Akkor győri piac. Nyíregyházai piac, Kisvárda. Ott volt a legnagyobb biznisz, mert 500 forintért el tudtál adni egy kanna benzint. És mindenki üzletember lett, de ki lett sikeres, ki lett boldog, csomó ember csak stresszt és nyugodt kapott ettől. Miért? Mert nem az a természetük. Hogyha nem ez a természeted, akkor hiába még, hogyha teljesítesz a vágyat, nem fogsz tudni megtartani ezt a dolgot. Szóval a természet kell, akkor meg kell érteni, mi a karma, akkor kell tudni, valamikor tovább kell nyomni, valamikor fel kell adni azt a vágyat, annyi sok tényező, és ez minden megfelelő a tudás és társulás segítségével meg lehet csinálni. Kicsit fáradt vagy, láttam. Nem. És masszázs. Köszönöm. Koncentráljunk a kérdésekre. Igen. Akkor következő kérdésünk igazából az lenne, hogy milyen apró lépésekkel tudjuk elkezdeni a tudatosabbá válásunkat. Mert ugye lehet, hogy nagy falat lenne elsőre az, hogy az ember rögtön egy ilyen tervkészítő géniusz. Hát legjobb, először a legjobb megérteni megint, hogy mi az élet célja. De ez nem, hogy én szerintem, hanem ez meg van adva. Hogy azok, akik emberi testbe kerültek, azoknak a lelkeknek mi az élet célja. Az fontos, és ez nem, ez megvan már, ez nem nekünk ki kell találni. Utána meg kell próbálni megtervezni, de utána kell kis lépések, mert sokszor, amikor, ahogy értettem benned, hogyha van egy túl nagy cél, és akkor én ilyen kicsi vagyok ahhoz a célhez, hogy már most el is ment a kedvem. Mennyire nagy a cél. És ez teljesen igen. Ezért úgy kell csinálni, hogy legyen kis pici célok, ami arra fele visznek, nem máshova, de az ott van, de koncentrálj kis-kis dologra, hogy kapjak sikerélményt. Amikor, mi történik, mikor van sikerélményem? Kedvet kapok. Önbizalom. Mert nekünk itt a probléma a világban, nekünk nincs önbizalmunk, mert helyettünk mindent csinálnak, mindenhol. Itt ember fél, azért fél, amiket most én beszélek, ez eléggé félelmetes dolog, hogy elszakadni ettől a sodrástól, ami megy, mert itt nem kell önbizalom, csak vissza a sodrás, mert dolgozom, utána mész vásárolsz, eszel, teljesítesz a vágyakat, unboxing, YouTube, Facebook, és meghatál. De ez, ami most én mondom, ez egy fúha, ez egy kicsit ilyen forradalmas maga ember belül. Most nem beszélek, hogy semmiképp nem forradalomról beszéljünk, társadalmi, nem is szabad. Szóval forradalmak az nem jók. Nekünk itt kell forradalmat csinálni, nem álomokkal, senki mással. Be kell tartsunk a törvényeket, de ezért az, hogy mikor mi el kell szakítsunk, szóval nem megyünk ezzel a nagy lavinával, arra kell önbizalom. De a önbizalom megint társ. A társulás nélkül semmi nem lesz. Főleg ebbe az irányba. Ebbe az irányba nem tudjunk egyedül megcsinálni, mert túl nagy a sodrás. Túl nagy a nyomás. Pressing. A mi tudatunk egyfolytából pressing alatt van. Hát csak kimész a városból, és rögtön
ez kell, ez vedd meg, ez így néz ki, te hogy nézel ki, ezek. Szóval ez a egyfolytában altatja. Szóval ez egy altató világ. El vagyunk altatva, és ezért azok, akik ébren kezdenek lenni, ők kezdenek lelki irányba indulni. És ez fenntartani, ez csak egy társulással lehet. De utána nincs önbizalom, hogy én, hát én, hogy, hát ki én. És akkor van kis célok, pici, megcsináltam, kaptam sikerélményt, ebből jön az önbizalom, akkor még egyszer, és akkor utána lehet följebb venni. Hát lehet sokszor látni, hogy gyerekekkel történik, vagy hát meg sikeres nagy cégek is, hogyha megnézünk, szóval mondjuk a törvény ez univerzális. A lelki, az anyagi dolgunkra univerzális a törvény, ugyanazt kell csinálni, hogy először kezdjünk kis dolgokba. Hát nézzünk, itt van az Apple cég, ismerünk. Garázsba kezdték. Megcsináltak pici dolgokat, és sikeresek lettek. Utána volt egy önbizalmuk, ha mi ezt el tudjunk adni, akkor kicsit tovább csinálták, és akkor most már nagyok lették. A saját életünkben ugyanúgy. Mondjuk fontos kis élmény, hogy akkor most lehet, hogy én este nem filmezek, hanem korábban fekszek, hogy korábban keljek. És hogy egy hétig megcsináltam, akkor nekem van önbizalom. Van egy eredmény, sikerélményem. Fú, most nem a szokásos sínen engem vitte a sodrás, a lavina, hanem most kicsit tudtam ellenállni, és szabad lettem, hanem ezt a nyomás alá nem... És lehet érezni, milyen nyomás van ettől, hogy ezt csináld meg. Erről is majd sokat lehet mesélni, hogy ez hogy minket gúzsba köt a dolog, és nem tudjuk változtatni. Azt gondoljuk, hogy nem akarunk, nem tudjunk változtatni. Mint a dohányzós ember azt mondja, én szabad vagyok, nektek nem cigizte, neked nem szabad cigizni, te milyen vagy? Én szabad, de akarok cigizni. Jó, de akkor nem tudsz nem cigizni? Tudni, csak én nem akarok nem cigizni. Aha, aha, jaja, nem akarod. De nem tudod. És kis lépés. Önbizalom, megy tovább az ember. Ez egy nagyon, nagyon jó, mert nagy, az beletörsz. És az egy probléma, hogyha neked, mert nekünk nagyon fontos kis sikerek, kis bizalmak, önbizalmak. De amikor van valami cél, ami sose tudsz, hogy mész, úgy kiégsz. Szokták emberek kiégni. Kiftűznek egy ilyen célt, és akkor mennek, sose sincs elérve, mindig csak nő a feszültség, nincsen elégedettség, nincsen sikerélmény, hogy fú, ezt meg tudtam csinálni. Ki fog égni, jön a kábítószer, az alkohol, degradálás. De kis lépések, kis élmények, jön erő. Több, még egy erő, és nő az erő, nő a kapacitás. Válaszoltam? Nagyon, köszönöm szépen. Megmasszírozol? Most már lassan magamhoz térek. De lehet, hogy másoknak is vannak kérdései, akár gyakorlati jellegű, hogy hogyan tudjuk a céltudatosságunkat fejleszteni, akár elméleti jellegű. Igen. Nem lehet kérdés, hogy a család, pont a család téma körül van a feleség, meg van a férj, és mondjuk. Hát ugye a férj meg a feleségnek mégis össze kell dolgozni a család érdekében, és mondjuk a férj jobban akarja, mint a feleség, és akkor mondjuk a feleség azt mondja, hogy jól van, akkor legyen. Ez egy helyes, vagy? Lehet, hogy a feleségnek annyira nem fontos, de tudja, hogy a férjének ez nagyon fontos, mert be kell neki teljesíteni, nem tudom. Tehát, hogy attól érzi majd azt, hogy elégedett. Ez így jó. Lehet, hogy a feleségnek annyira nem fontos, mert nem fontos, de örömet akarok neki okozni, hogy jó legyen. Ez így helyes? Helyes vágy a család érdekében. Ez tökéletes.
Elmesélem egy történetet, jó? Igen, hát a kapcsolatok, hogyha ő nekem fontos, és ő tőlem valamit elvár, kér, ami ez neki nagyon fontos, és mivel ő nekem fontos, akkor ami neki fontos, ez nekem fontos. Legalább úgy kifejezem, akkor erősíti a kapcsolatot. A történet ez a Kovival történt, tudjátok ki a Kovi, nagyon híres, hát mondhatjunk, nem csak coach, hanem pszichológus is. Azért általában mi védikus írásokat idézünk, de a Kovi valahogy, nem tudom, szerencsére, Isten kegyéből, de valahogy kapta azt a lehetőséget, hogy rájött, vagy leolvasta, mindegy, de ugyanazokat a lelki törvényeket, ami egyezik a védákkal, sok minden, nagyon sok minden. Ezért néha őt szoktam idézni, vagy mesélni, mert gyakorlatilag ugyanazt mondja, és akkor ez hiteles, mert igazság mindig egy. És valaki rájön, hogy úgy működik, akkor ez egyezni fog az írásokkal. Lényeg a lényeg. Ő nagyon sikeres már volt a családjával, és mindenki fogadták mindenhol, fú, milyen nagy személyiség, és kiegyensúlyozott, egy ideális séma család volt. És mindenhol hívták, és coachingokat, és nagy cégeket kiemelte a siker színpadra, vagy nem tudom mire, ez nagyon-nagyon jó. És erre nekik volt egy kisfiúk, aki kezd beteg lenni. Először ott nem tudta jól tanulni iskolába, valami felfogás elkezd tompolni. Annyira romlott, hogy már át kellett vinni másik iskolába, ott már nem tudták vele foglalkozni, mondták, hogy nem tudjuk mit csinálni. És akkor utána annyira ment a helyzet lefele, hogy el kellett menni orvoshoz. És megmondták az orvosok, hogy neki van valami betegsége, ami már nem lehet segíteni, az csak így tovább fog leépülni. És mikor ezt a diagnózist kapták, hazajöttek este, akkor egész éjszaka beszélgették a férj, a Kovi, meg a felesége. És mivel ők megszokták, mindenkire tanítják mindenkit arra, hogy kell analizálni a dolgokat. És ők elkezdtek analizálni, és rájöttek, hogy nekik amúgy nem is fontos a fiúk. Nekik a fontos, hogy már annyira elmentek ezekre a felhőkre, hogy egy ideális család, és nekik a fiúknak a betegség, ez egy probléma, mert van egy folt. Olyan, mint a család, és van egy gyerek, sikeretlen dolog, ez egy ilyen folt az egészre, akkor nem tudnak ilyen makulátlan guruk lenni. Rájöttek, hogy ez a baj. Hogy ők átlépték egyszer csak egy másik irányba az életét. Elkezdték igen, de amikor elkezd jönni a siker, akkor a család és a fiúk háttérbe szorult. És megbeszélték hajnalba, akkor most ezentúl nem érdekel minket ez a siker, aminek a rabja életünk, hanem a gyerekünk. És elkezdünk vele foglalkozni. És elkezdték foglalkozni a gyerekkel, és akkor ő elkezd épülni. És pont azt kezdték csinálni, amit te kérdeztél, hogy mi az, ami ő akar, ami neki fontos, akkor azt adni. És ezentúl sokszor, mikor hívták a Kovit valamilyen programra, azt mondta, nem tudok elmenni, mert fiammal megyek erre a meccsre. És egyszer, máshogy, harmadjára megyek fiammal a meccsre. És azt mondta, mit, ennyire érdekel téged ez a meccs? Itt sokkal komolyabb program van. Engem nem érdekel, de fiamat érdekel. De mivel nekem fontos a fiam, nekem fontos elmenni erre a meccsre. Ez a kapcsolat. Szóval nekünk, hogyha valaki, akivel kapcsolatban vagyunk, barát, élettárs, férj, feleség, hogy ő neki fontos, akkor ezt érezzen, hogy mi ezt nagyon értékeljünk és támogatjuk.
Bővebben kicsit válaszolt. Köszönöm. Szívesen. Jó, más? Munkahely. Például van egy főnök. Igen? Aki hát nem tudja, hogy mi lenne igazán. Tehát ő kívül úgy tűnik, hogy igazából nem tudja használni azt, hogy ő vezető. Uh-huh. De ugye próbálkozik. És mondjuk vannak, akik ettől frusztrálódnak. Na most akkor én makulátlanul kell hajlókolni neki, tehát mindent el kell fogadni, amit ő mond. Tehát neki is mindig úgy kell gondolkodni, hogy neki jó legyen, annak ellenére, hogy nem tud jól vezetni egy csapatot. Tehát ezt hogy lehet úgy csinálni, hogy ő tisztelettudóan, de hogy ne frusztrálódjon a másik. Tehát azért ott már azért, ott már nem az van, hogy szeretett, hogy szeretem azt az embert, jó főnök. Igen. Igen, munkahely, ez már ilyen kötelesség dolgok. És sajnos sokszor van olyan, amikor a főnök, aki a főnök, a vezető, nem is az a természete. Mert megvan, le van írva, hogy milyen tulajdonságokkal. Nem az a vezető, aki befejezte valamilyen egyetemet, és azért vezető, hanem alap természete olyan. És azt kell, szóval nem régen azt csinálták, hogy megnézték, mi a természete, és akkor jó, akkor te ezt tanulsz. Te egy vezető természetű vagy, akkor te tanuljál, hogy legyél vezető. Ha mások nem, mert ő se lesz boldog, ő túl lesz stresszes, ő neki nagyon sok betegsége fog kijönni, és a másik is. Jó, de ez egy ideális dolog. Nem ez a valóság most. Igen, akkor a valóság az, hogyha van a lehetőségünk felépíteni egy jó kapcsolatot, és próbálni néha-néha javasolni, korrekciót adni, akkor lehet. Az még jó dolog, hogyha olyan van lehetőség, de valaki annyira éretlen valaki, aki nem lehet vele ezt csinálni. Hát akkor sajnos, akkor úgy kell csináljuk, hogy a munka az nem az én életem. Én csak oda megyek, megcsinálom, amit kérnek, szálljanak le rólam, és az én életem utána és előtte van. Mert vagy elmegy az ember, hogyha úgy érzi, hogy nagyon rontja, hogyha rontja az idegrendszert, jobb elmenni, hogyha lesz, hova? Az is egy fontos valami, amikor nem tudsz elmenni, nincs hova. Igen, és szóval itt erről, ez ilyen most az életünk. De hiába mondjuk, nem tudjuk nagyon mondani. Hogy éretnek lehet, ő fog kérdezni. Kevésbé érett nem fog kérdezni, de elfogadja. Éretlen, az fog mondani, ne domáljálj nekem. Én fizetek, te táncolod. Én rendelek a zenét. Jó, hát akkor csak akkor érzelmeket ne rakjunk bele az egészbe, hogy ne készüljünk ki. És akkor töltsünk, ezért legyen egy másik, legyen egy jó életünk. Legjobb, hogyha van egy lelki dolog, akkor ezt minden feltölt, és utána oda jövök. Oké, ezt azért kell csinálni, mert élni kell a családnak. Megcsináltam, érzelmeket nem maradunk bele, de az én életemben ott van az életem, az érzelmek, minden az életemben. Nem könnyű, főleg nőknek ez nehéz megcsinálni, mert férfiak még lehet, de a nőknek sajnos érzelme mindig aktívabbak, mint a nőknek, mint a férfiaknak. De tanulnunk kell, hogy van ilyen a valóság, hogy nem mindig van körülmények, amit tudjuk változtatni. És képzeljünk el, ilyenkor erre lehet gondolni, hogy még jó, hogy nem vagyok valahol rabszolga. Akkor mindig gondoljuk, hogy lehet rosszabb, akkor így megnyugszunk. Hát mi most itt ülünk, és hány ember most el van rabolva, és rabszolga. Vernek, kínóznak, mint egy állattal. Szokták olyat csinálni, hogy Oroszországban is voltak, amikor
elrabolják embereket, és pincébe tartják. Fényt nem látnak. Tizenévekek. 10-15-20 évig ott laknak felnőtt emberek pincébe. Sőt, lapot nem látnak, sőt, dolgoztatják őket. És teljesen, nagyon-nagyon. És valamikor 10-15 év múlva kiszabadítják őket. Szóval ahhoz képest mi eléggé jó helyzetben vagyunk. És akkor gondoljuk, mit panaszkodjak erre. Igen, szóval mindig lássunk, hogy lehet rossz. Igen. Jó? Más? Van egy-két ismerősöm, aki olyan egy kicsit, hogy nehezen szánja rá magát dolgokra. Ő tudja, hogy mit kéne tenni, tudja, hogy mi az útja, de valahogy sose lép rá arra az útra, hogy el is kezdje, hogy kívülről mi tudunk-e nekik segíteni. Nem. Nem tudjuk. Mindenkinek magán kell segíteni. Őneki kell. Akkor annak tudjunk segíteni, aki jön hozzád, és mondja, segíts, mondd meg, mit csináljak. Utána megcsinálja, és jön hozzád, és mondja, hogy már megcsináltam ezt, amit mondtál, most mi a következő lépés. Azoknak mi segítsünk. A többieknek nem tudjuk segíteni, és sajnos van olyan, amikor egész életében valaki csak beszél. Ahogy a címe a mai előadásnak. Ne csak beszélj, csinálj valamit, de sokan csak beszélnek. A legtöbb ez, amikor kritizálni azt mindenki, a kormányt. Nem így kellene, nem úgy kellene, így kellene, úgy kellene. Jó, de ha oda térjet raknak, akkor még annyit se fogsz csinálni, bírni. Nem kell kritizálni, csinálni kell. Ez egy szomorú dolog, hogy nem tudjuk segíteni másoknak, hiába akarunk. Annyit tudjuk csinálni, hogy lelki étele letetjünk őket. Mert lelki étel ezt a blokkot szedi le, és hogyha nem ebben az életben, következő életben tuti, megkapja erőt, mert le van blokkolva a szabad akarata, hogy csináljon is valamit, hanem csak érti, csak beszél. Ez egy együtt érezni kell. Hát jó kapcsolat legyen, mert hát ha egyszer leoldítődik a blokk, akkor tud jönni hozzánk, segítsünk. Addig, meddig nem, akkor etetjünk jó lelki ételeket. Köszönöm szépen. És egy másik kérdés, hogy ha valaki egy közeli kapcsolatban vagyunk valakivel, és látjuk, hogy őt még nem érintette meg ez a lelki látásmód, és de mégis kötődöm hozzá, akkor azért Istenhez lehet úgymond imádkozni, hogy segítsen, hogy felébredjen benne ez a látásmód. Hát, hogy én azért imádkozhatok, hogy ő benne ez kialakuljon, vagy ez neki a saját kormányától függ, hogy ő neki mikor fog, vagy föl fog egyáltalán érteni. Imádkozni másokért mindig jó, és működik. De nekünk nagyon kell a tiszta legyen, hogy ne erőltessünk, mert sokszor ember imádkozik, és hogyha 5 perc múlva nem változott, akkor nincs Isten. Türelmes. Türelmes, ez nem is a türelem, hogy tudás kell legyen nekünk, hogy Isten ő egy személy, és ő tudja, hogy ő azonnal figyelembe veszi az imánkat, és már is működnek a dolgok, már könnyebbül az ember, de lehet, hogy látszó, lehet, hogy holnap lesz látszó változás, lehet csak következő életben. Szóval nekünk ezzel nem kell foglalkozni, hogy mikor ő fog változni, hanem mi csak imádkozunk. Ezzel már motiváltan, mert amikor mi kezdjünk nyomni Istent, ez egy ilyen, nyomni. Mi mindig nem javult meg, akkor hol van Isten? Nincs is. Ő egy személy. Isten egy személy, neki van szabad akarata, és ő független, és ő amikor nyomjunk,
mint a mikor van konfliktus a férj-feleség között. Amikor a feleség nyomja a férjét. Mert ő nem Isten, de ő Isten energiát képvisel. A férfiaknak kell magától belemenni valamibe. Amikor kezdenek nyomni, azért se fog csinálni, mert ő független. Ez nagyon fontos. Ez a, igen, a fiú gyerekek, igen, fiúk, ez egy Istennek, mert ők képviselnek ezt az energiát, és Isten egy személy, ugyanúgy, és ezért imádkozunk, és mondjuk, amikor te úgy látod, akkor igen, de nagyon szeretnék, hogy ennek az embernek így is így, meg úgy legyen, és jobban legyen, hogyha gondolod, tegnap, akkor jó, hogyha következő életben, akkor is legyen a te akaradod. Ez nagyon fontos mindig a végén, mondani, legyen a te akaradod. Jézus Krisztus, és ő megmutatta ezt a tökéletes ima kapcsolatot, semmiképpen nem nyomta az atyát. És általában, és minél jobban nincs nyomva, annál több esély van, hogy hamarabb történnek a dolgok. Yes. Hogy említette, hogy a társulás útján lehet szeretni a helyes vágyaknak a megszerzésére, és akkor de honnan ez a kapcsolat, hogy tehát miért ébred fel benne valakiben az a vágy, hogy ilyesmire érdeklődjön, hogy ez honnan jön, hogy valami jót kell cselekednie, hogy eljusson idáig, vagy tehát hogy jut el idáig az ember, hogy vágyjon erre, hogy előrébb lépjen a képbe, vagy egyáltalán ne foglalkoztatja ez a téma. Mert én úgy látom, hogy nagyon sok ember teljes sötétség, hogy egyáltalán sem ilyesmi nincsen. Ez honnan jön? Te most gondolsz a lelki vágyokról? Így van. Igen, Bhagavad Gita-ban a 15. fejezetben ott le van írva, hogy vannak két kategória ember a világban. Egyik kategória hozzám fordul, jön ez a vágy, ebből négy van ilyen. A másik kategória sose hozzám fordul. És akkor úgy mondja, hogy Duskrita. Keresd meg, légy szíves, ezt a verset. Nincs itt Bhagavad Gita? Kezdnél. A 7. fejezet, ez be van csomagolva? Hozok egyet. Nem 15., 7. fejezetben, 15. versben. Most azt mondja, hogy Duskritana, vannak azok a személyek, akik sok bűnt követnek. Megint a bűn, ez nem, amit mi nálunk a társadalom a bűn nem bűn, hanem Isten szempontból. Az a bűn vagy nem bűn. Namam duskritena mudha. Igen? Jó, azt te már ott nyitottál. Nem, azt még nem találtam meg. 7. fejezet, 15. Namam duskritena mudha. Prapadjante naradama. Jigyasu. Nem, ez már másik. Na mindegy. Szóval azok, akik bűnt követnek el, nekik van egy blokk. Ők a bűn, mi történik a bűnnel? A bűn materializálja a tudatot. Ember materialista lesz. Nagyon. És ő nem tudja, nincs kapacitás elfogadni, vagy gondolkodni, hogy itt a világot Isten teremtette. Vagy valami ilyesmi van Isten, nincs kapacitás. A másik kategória, Sukriti, Chaturvida Sukriti, vannak négy kategória Sukriti, ezek a jámbar cselekvés emberek. És pont a probléma mind a kettőben ugyanaz, az élet probléma. Akkor van, ember szenved, gazdagságra vágyik, akkor szenved ez most pszichikai, fizikai betegség, ez a szenvedés, gazdagságra vágyik, kíváncsi, valami tudás,
tudásra vágyik, és nagyon erős tudományra vágyó, mondjuk kíváncsi és a tudományra vágyó. Mind a kettő kategória van. Csak a duskritik, akiknek van ez a blokk materializálva van a tudat a bűnök által, szóval ezért rossz a bűn követése, mert embernek materializálódik a tudatja, úgy mondják, hogy avidja, tudatlanságból jön a tudat, hogy én vagyok ez a test, itt csak ez van, amit látunk, a többi nincs. Hol van Isten? Gagarin volt az űrbe, hol van Isten? Hogyha lenne Isten, akkor miért kell, hogy kisgyerekek meghalnak? Miért bombáznak olyan falat, ahol ez a gyerek milyen bűn követte el? Miért ő neki meg kell halni? Na, ezek a duskritik. Ők nem látják a kapcsolatot. Azt gondolják, hogy keres, és talán a film minden bizonyítékot. És a szukritik, a jámborcselekvők, nekik ugyanazok a problémák, szenvednek, akkor gazdagságra vágynak, kíváncsiak, hogy hogy van itt minden, és mi a tudás, tudomány, lelki. Mert amikor ember jámborcselekvést végez, akkor nincsen ez a nyomás, ez a blokk, ez a tudatlanság, avidja, és ő neki van ez a kapacitás megnézni a anyagi kereten kívüli megoldásokra, mint Isten. Így válaszoltam. János, te értettél? Mit válaszoltam? Jó. Viszont ez kapcsolatban a késre társulás az a... Én értelmeztem rosszul, hogy az emberi kapcsolatokat velünk tartanak, akik támogatnak minket. Igen, társulás. De nagyon sok a világunkban, legalábbis az én tapasztalataim szerint nem igazán jó társulás. Tehát nem jó társulok. Csingerbe futok be mindenkire, még akkor is, hogyha időközben sikerül a célt elérni, de akkor is nem a legjobb. Igen, a társulásnak nem mindig azt neveznek, hogy hol vagyok. Az persze fontos, hogy hol vagyok, ki kell vagyok, de társulás, amikor én emberek, mondjuk nem azokkal vagyok, akik segítenének nekem fejlődni, hanem másokkal vagyok, akkor ott az a kérdés, ha én veszek tőlük a társulást, vagy adok. Akkor engem befolyásol, amikor én átveszem a társulásokat, az ők értékrendjüket, meg mindenfélét, akkor nem jó. Mert mi nem tudjuk elkerülni, ne legyek velük. Munkahely, utcán, mindenhol, de akkor vagyok biztonságban, amikor nekem megvannak az én elveim, morális, erkölcsi, lelki elveim, és én az ővékét nem viszem ma át. Hogyha tudok átadni, átadom, adok a társulásomat, de nem veszek át. És ez azt hiszem, kicsit zárt a szívem felük. Egy kicsit. Nem teljesen, mert kell kommunikálni, de egy kicsit. Viszont amikor kerülök olyan társaságba, ahol tudnak nekem adni társulást, hogy én fejlődjek, akkor ott nyitom a szívemet. Mint a teknős tudat. Amikor nem kell, akkor behúzza érzékszerveket. Amikor kell, akkor kitolja. Szóval ez a társulást lehet adni, és lehet fogadni. Nem fogadjunk, ahogy nem kell, fogadjunk, ahol kell. Mert társulás az pont az értékrendek átvétele, a hangulatot, mert minden. Nem fogunk befolyásolni a boldogságunkat. És az erőt. Nem jó társulás, elviszi az erőt. Szétszórja a tudatunkat. Szétszórtak veszünk. Mi is elkezdjünk unboxingolni. Meg ilyeneket. Ez a boldogtalanság, vagy ez a vágyak, hogy mindig kellene vágyak. Ez azért az is befolyásolja, és az én meglátásom szerint, hogy most egy olyan világ van, ahol minden azonnal kell, és ezt ontja a média, ontja ma minden, és ahogy én így felnőttem, így egyre úgy erősebbnek látom ezt az azonnal és akarom, és szinte elhiteti még velem is,
pedig aztán ilyen idősebb bölcsemberek szokták mondani, hogy ah, még fiatal vagy, meg izé, és akkor az ember rájön, hogy lehet, hogy csak tényleg ez a mainstream világ okozza ezt a műanyag boldogtalanságot nekünk, de engem kifejezetten zavar ez a most azonnal mindent, mert igazából én úgy nőttem fel, ez egyébként nekem mindenre várnom kellett, mire az úgy megvalósult, vagy beteljesült. És most ezt látom, hogy mindenkit tönkre tesznek inkább, mindenkit félre dobnak, csak hogy meglegyen azonnal. Ezzel nem tudok azonosulni. Igen, így van. Ez teljesen mesterséges, nem fenntartható, nem lesz így mindig. És ez a példa, például most itt mond tél, mondjuk jön a tél, szeretnék friss zöld paprikát. Azonnal? Mert ez ott van azonnal. Ez nagyon rossz. Szezonálisan kell. Látod? De ez nem lesz így mindig. A mesterséges élet nem fenntartható. Változás az úgyis így is lesz. És sok mindenben így, azonnal, most, azonnal. Hát és hogyan csináltak? Hát úgy, hogy akarsz egy házat, itt van a kredit bankba. Vedd fel a kölcsön, ott van nektek azonnal ház. Nem kell várni, amikor már 85 éves leszel, és akkor nem, már most mehetsz. De ez nem jó. És a bevásárlás most is fordítva működik. A védikus rendszer mondja, először lemondás, utána a gyümölcs. Nálunk fordítva van. Te mikor mész vásárolni, Tesco-ba, vagy Auchan-ba, először dobálsz a gyümölcsöket, és utána fizetsz. Ez már eleve nem jó. Régen, még emlékszem Szovjetunióba, én valamit megbeszéltem a emberrel, utána elmentem kasszára, kifizettem, és akkor vittem a kis ilyen cetlit, ami rárakta ilyen tűre, nem tudom ki emlékszik, ilyen szovjet időket, szerintem mit is hasonló, megszámolták ezen a fa számoló, számlálóval. Igen, ezzel. Megszámolták, kifizettél, és utána kapsz az árut. És a védikus írásban mindenhol az van, hogy először lemondás, hogyha te akarsz, akkor ezt csinálsz jógát, gyakorolod, és utána, amikor te végeztél lemondásokat, jön az eredmény a jógába, mindenben. Tehát mindenhol először, hát hogy van, tavaszra kezdesz a kertészkedés, és majd ősszel lesz a gyümölcs, vagy a fád, itt van a kertész, a főkertészünk a Szegeden, szokott csinálni ilyen, hogyha őszi balaszfát ültetsz, és utána csinál lacsolt, ült türelmesen. Kiástál, beleültettél, akkor lacsoltál, minden, utána csináltál így, és ott van. Nem, hanem a fa az még évek. A fa az még évek kell, hogy legyen érett rá, hogy adjon gyümölcsöt. Ugyanúgy a zöldség, gabona mindenhol, és ez a normális. Igen, amit mondasz, ez a jó. Ez az azonnal, rögtön. Erre vannak módszerek, ami működnek, de akkor ez otthon kellett befőzni, elrakni. Ez jó, ez belefér, mert és ezt családok csinálták régen, most már ez ki van pusztítva. Én nem, ez emlékszem nálunk. Jött a szezon, mána szezon, akkor anyukám csinálta szirupokat, lekvárokat. Jött az eperszezon, akkor azt. A nagymamám, nagyapám, az oroszok, ők mindenféle ilyen gyűjtnövényekhez értették, és mindig egész tavasztól őszig, mindig valami más szárították, hogy elrakták dolgokat. Akkor a káposztát, uborkát, az jó. Mert minket saját kézzel is csinálták, egészséges. Most azonnal nem kell csinálnod otthon uborkát, bemész és veszel. Sajnos. Jó, nézzük, meddig megy a dolog. Nagy trauma lesz. Nagy trauma. Azért kell menedéket venni, lelki élet, ne legyünk naívok, hogy ez így mindig így lesz. Ne legyünk naívok, baj lesz.
Hogyha lelki tudatban vagyunk, nem lesz bajunk. A körülményben lesz, de velünk nem lesz baj. De nem vagyok lelki tudatban, és ez be fog jönni. Használjunk, ameddig most van lehetőségünk, és épüljünk lelkileg. Igen, és akkor beáll a rendszer után, újra mindenki befősz. De akkor az egy jó vágy, hogyha az ember egy kicsi ilyen önellátásra vágyik? Tehát, hogy ki a, mit tudom én, magánházal, saját maga megtermel, tehát, hogy az egy... Mert én csak magam vettem észre, hogy én most már olyan szépen várjuk erre. Jó, a férjem által, hogy akarja a házat. Csak hogy, de most már olyan szinten várjuk, már a menekülési rohamai vannak a városból. Tehát már nem bírom ezt a nyomást, amiről beszélni. Tehát már olyan frusztrált már mindenki, hogy ez egyszerűen a katasztrófa. Tehát, hogy már nem bírom. Tehát, hogy beérzem, hogy... Mert ugye küzd az ember, hogy ez nem hiszem el, hogy megyek az úton a kocsiból. Nekem van az elsőbségem, és még mondhatnám, hogy így szájukra vesznek, hogy én mit képzelek, hogy most én megyek a saját fel. Na ez az élvezet, ez agressziót hoz. Az nagyon sok van. Ez az élvezet. És én mindenhol ezt tapasztalom. Tehát, hogy kész. Igen. Lehúzták a rólót, filmasszóval. Crazy. Kortyát, igen. Igen. Ez természetes, ez a léleknek természetes élni, természetesen ő fenntartó. A probléma az, amikor beindult az industrializáció, a gyárak építése, a nagy emberek, akik akarták élvezni, mert ezek a gyárak voltak, gyárak, akkor az volt, hogy rájöttek, hogy senki nem akar menni a gyárba dolgozni. Ha ki ez az őrült, ha elmegyek ott dolgozni, kapjak pénzt, utána vegyek krumplit. Hát mikor nekem ott van a földem, nekem nem csak krumpli, nem kell venni, nem kell fölösleges dolgokat. Ahhoz, hogy nekem legyen paprika krumpli, akkor elmegyek dolgozni, hogy kapjak pénzt, hogy utána vegyek. Az helyett nem megyek dolgozni, ott van nálam, minden van. Értitek? És ezért rájöttek a nagy fejek, ha nem tudnak embereket behozni a csőbe, a gyárba, akkor elkezdtek butítani. Jött a propaganda. Ti primitív, ostoba falusiak vagytok. Tudatlanok, nem tudtok írni, olvasni, degradált életet élnek. Gyertek modern dolgokra. Gyárba kell dolgozni, mert utána majd minden gépek fognak csinálni, és te csak városokba fogtok érni, és mindenetek meg lesz. Behozták a csőbe. Mert rájöttek, és így, ahogy csak városba elkezdtek ömleni embereket, ezzel a motóval, hogy mi adjunk nektek mindent, azóta manipulálható lettek az emberek. De aki a földön élt, az nem lehet manipulálni, mert neki mindene megvan. Ő nem független, ahogy mondom, fenntartható, önfenntartható, ez független. Értitek? És akkor így bejött a függőbe, berakták embereket. És azért nem, és azért sok évekig pusztították, hogy nehogy valaki sikeres legyen ilyen helyeken, mert akkor mi lesz? Akkor nem tudjuk manipulálni, nem lesz rabszolgánk. Ez a civilizációnk, és most a városban az mindenki rabszolga. Nem csináljunk forradalmat, ez direkt mert online-ra megy, nem arról beszélek. Így csináljunk forradalmat, még hogyha városban maradtunk, és már ez a helyzet, valaki tud menni földőkre, tud, aki már nem tud, csak maradni kell, akkor értsen, hogy igen, ez van, de akkor leszek független, hogyha így lelki életemet elkezdek. Az a forradalom, belül. Semmiképp kormányt ne támadjunk, senkit nem támadjunk, mert ők se tudják, mi az élet célja. Inkább segítünk nekik is, adjunk egy kis tudás, hogy mi az élet célja, akkor ők is tudnak nagy szentek lenni. Nem probléma. Szóval nagyon tisztelni kell mindenkit, és meg kell érteni, ők csak eszköz. Ebben a világban, hogy ők keresztül minket csőbe hozza a mi karmánk. Szerintem ők a hibások,
amikor a mi hibásuk vagyunk. Mert mi hibáztunk. Beszéltünk két eladásra, azon teszem, hogy ezt nem mondta, hogy most nem kérhetünk, hogy felhődjük lélekbe, hogy iskolában se, semmi. Semmi. Se kép, se hang. Igen, de nem baj, mert mindig van lehetőségek, aki őszinte és keres, az Isten el fog vezetni az útjához. Nem probléma. Pótol. Nehezen, de pótolható. Igen. És ha mondjuk valaki lelki tanító mestere vágyik, és akkor az, hogy tudom, hogy Isten meghallgatja, akkor nem itt. Tehát az lehet, hogy itt abban az évben, vagy életben teljesül, vagy lehet, hogy egy következő életben. Tehát ugyanúgy lemondásokat kell csinálni, tehát törekedni kell arra, hogy találkozzon el egy tanítómesterre, vagy már meg kell neki valamilyen szinten tisztulni, vagy ennek milyen folyamata? Vagy ez, nem tudom, föltenni. Vagy egyszer csak megjelenik, és akkor ott van, tessék, élj a lehetőséggel, vagy már előtte kell neki lépéseket tenni. Tehát amikor megfogalmazódik valakiben a vágy. Lelki tanító mestert vágy az jó, hát először meg kell tanulnunk. Hát persze, amikor nagyon konkrét lesz a vágy, ahogy beszéltünk elején, hogy milyen lelki tanító mester, amikor én érett vagyok rá, akkor fogok találkozni. Nem fogok megjelenni, hogy csak puff, és akkor materializálódott, hanem fogok találkozni, úgy szokták mondani. És megint, hogyha konkrétan tudom, szóval ezért kell tanulni még, hogy miért kell lelki tanító mester, miért fontos, ki az igazi, hogy lehet megkülönböztetni, mert annyi hamisítvány van, rengeteg kínai használt lelki tanító mesterek vannak műanyagból, és akkor igazi márkásat kell keresni lelki. Ezeket kell tudni, mert hogyha erős a vágyom, akkor ezzel akkor megyek előre. Azzal, hogy akkor jó, hogyha én akarok, akkor ki a guru, vagy ki a lelki tanító mesterem, ki nem. Tanulok, és akkor ez így engem viszi közelebb, közelebb. Hogyha csak úgy legyen, akkor jó, akkor csak holnap jön egy varázsló hozzád, és akkor mondja, érez jó magad, ebbe zsebe adja 500 ezer forintot, és jó lesz minden, a másik zsebe adja a következő 500 ezer forintot, és kétszer jobban leszel, és akkor csak gondolj, és mondd meg, hogy okos vagyok, és szép vagyok, és csak tükörbe meditáljál, és csak szeres. Akkor ez. Szóval nekünk kell a vágy, ahogy érik, akkor így konkretizálódik. Akkor én kezdek tanulni, hogy ki, akkor nem akarok lenni becsapva, és akkor így közelédek. És mikor megvan minden nálam konkrétan, akkor találkozok. Mert pedig nem konkrét, akkor először olcsó dolgokat fogunk kapni. Mint a tudat, mikor megyünk valamit venni, és akkor, ahogy szokták régen autópályán, megállsz egy parkolóban, jönnek kés zokni, néha Tesco-ba is jönnek zokni, kés, iPhone, tudod, vannak ilyen árosok. És ugye lehet, hogy veszel, és attól pillanattól nem működik már. Ezért ember tudja, hogy igen, hogy meg kell kérdezni. Vehetek egy ilyen, amikor utcán találkozok, mondja, nem, csak márkaboltba kell venni ezeket, és nézd meg, hogy ez a márkabolt, mint a weboldalokat, és mondják, hogy vigyázz, milyen weboldalon vásárolsz, mert lenyúlják az összes adatot a kártyádról, és akkor majd ők vesznek maguknak, ami kell. Szóval ugyanúgy itt is, hogyha konkrétizálódik, akkor én kezdek körbejárni. És akkor utána. Nem konkrét, akkor jön egy valaki, olcsó kínai.
Hát nagyon szépen köszönjük akkor ezt a szép előadást. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmét is, nektek is, azoknak is, akik a közvetítést nézték. És akkor jövő héten is találkozunk. Igen. Ja, és ami a téma? Mi három variációnk volt? Hát igen. Van több verzió is. Hát kérdezünk rá. Egyik verzió, hogy szokott lenni ilyen, hogy kérdezt a szerzetestől, és akkor kettő párhuzama lehet, hogyha mondjuk nektek vannak kérdések, tudtok gondolkozni egy hétig a dolgokról, és utána jönni kérdésekkel, akkor mi szoktunk YouTube, Facebook is mondani, hogy lesz most ilyen dolog, kérdezt a szerzetestől, akkor ott is gyűjteni szoktunk kérdéseket. És akkor hát hasonló, mint most, csak most egy témákban van, ott pedig össze-vissza nem egy adott témában, hanem pont mi hallottak, mit akarta jobban megtudni, vagy hallotta és nem tudja, ez most így van, vagy nem így van. Van egy ilyen, másik milyen variáció? Van egy hát hasonló előadás menet, mint ahogy most csináljuk, vagy egy kapcsolatokról. És aztán van a harmadik verzió, az pedig, hogy mi a különbség a vallásosság és a spiritualizmus között. Igen? Uh-huh. Akkor az. Vagy van egy negyedik is? Igen. Akkor az a negyedik. Ja, tényleg a... A világszemléletünk, igen, hogy igazán sikeres és boldog embereknek a világszemlélete. Igen, de mi most kis teleken tartottam hétfőn. Lehet egy ilyet. Fölöl mindegyik érdekes. Talán, hogyha nagyon választani kéne, az a kapcsolatok. Kapcsolatokra? Igen? Világszemlélet. Jó, hát többség győzött a kapcsolatokról. Egy tartózkodóval. Jó, akkor legyen kapcsolatokról. Jó? Akkor ugyanúgy jó, hogy ő bekérdez, és akkor nem... Igen, mert többféle van, mikor csak én beszélek, kivetítővel minden, de ez is egy ilyen kis műsoros show, talk show. Lehet kérdezni. Egymásnak ellentétes szó, hogy ebben mennyi a szabadság, mennyi az akarat, vagy... És úgy volt két héttel ezelőtt, hogy legyen neki helye. Tehát most ennek hol a helye, mennyi helye kell neki, lehet ezt használni, vagy egyáltalán ez függ-e valamitől, vagy befolyásolja valamit, vagy ez befolyásolhatja valamit? Igen. Szabad akaratunk, amennyire tisztább a tudatom, annyival több a szabad akaratom van. Csak egy példát mondom. Van, amikor egy ember kap egy ingert. Kapja egy ingert, mondjuk egy negatív valamit kap, és utána rögtön reagál. És ott nem volt szabad akarat. Mert ő egy forgatókönyv szerint. Az inger az jön, ami nekem a karmába be van rögzítve, egy forgatókönyv, hogy erre, mert nekünk úgy van, mint program, mint a számítógép, mi be vagyunk programozva, saját magukat programoztunk előző cselekvésekkel. És amikor ér engem valami, akkor ébreszti, vagy kapcsolja be ezt a szoftvert, ezt a programot, és akkor csak leereagáltam. Ezzel sokszor ember tudja, nem így kellene. És az az ember, aki nem reagál, nem úgy is mondják, hogy reaktív, hanem tartja egy szünetet, átgondolja valójában most mi történik, és utána mondja. Mert ha kell, akkor gondolta, egy dolgot akarta nagyon csinálni. Hogyha reaktív, akkor nekik valamit mondanak, akkor is. De hogyha proaktív volt, akkor akarja ezt csinálni, kapta valami ingert,
józanon analizálta, és mondta, jó, akkor nem, akkor jó, bocsánat, akkor vissza. Na, ez már kicsit jobb a szabad akarat. Szóval, amikor mi nem reaktorok vagyunk, atomreaktorok, reagálunk a dolgokra, hanem proaktívak kezdjünk lenni. Amikor inger és az én válaszom között van egy szünet, ahol én van kapacitás nekem is átgondolni most mit csináljak, nem csak amit puff, amit jött, úgy reagáltam. Ez egy első lépés a szabad akaratnak. Aztán utána, mert mivel mi be vagyunk fedve, nem tudjunk, ahogy részeg, ő nem tudja, hogy részeg, ő a legjobb jó zona, a legjobban kiugzana a többi a részegek, akkor az ő cselekvés be van folyásolva az alkohol által. Ugye akkor olyan dolgokat csinálni, beszél, ami amikor józan nem csinálna. Akkor nem jó irányba használja a szabad akaratot. Amikor be van folyásolva a szabad akaratunk, azt mondhatjuk, nem, nem szabad akaratunk. Amikor nekem nincs befolyásolva a tudatom a tiszta, na akkor én egyre, hogy mondjuk, akkor valójában szabad akaratomat tudok használni. Nem tudom, hogy érthető-e. Például, hát mondjuk így, van három kötőerő a világban. Ezek az erők, amit befolyásolnak a tudatunkat. Van a tudatlanság, amikor ember nagyon... Lehet, hogy ő összes Petőfi verset tudja, de ez még nem jelenti, hogy nem tudatlanságban van. A tudatlanság, ez amikor ember hát nagyon öncentrikus, annak az a külsőleg. És minden, amit csinál, az rossz, pusztító, romló. A kábítószeres dolgok, alkohol, meg... Szóval minden, ami minden szempontból rosszat csinál, szennyezi a területet, a szervezetet, a természetet. Ez a tudatlanság. Akkor ott nagyon... Ő csak ott ezek között használja akaratot. Most a Marlborót szívja, vagy a Sofit. Olyan volt a cigi, ugye? Sofi, Sofiane. Most is van. Ennyi. Akkor van szenvedélyben, ez egy kicsit már nagyobb a választék szenvedélyben, de mindig ott önző korlátok belül vannak. És amikor jóságban van valaki, ott már jobban van nyitva a szabad akarat. Mert ott már tud motiváltlan dolgokat is csinálni, van egy több erő. Szóval így. Ebből szempontból. És aki lelki szinten van, az már teljesen tiszta az akarata. Na, ő már tud legyőzni a halált. Ha megnézzünk megint a Jézus Krisztusnak a példáját, ő kontrollálta, még mikor bármit vele csinálták, ő mindig adott szeretetet másoknak. Na, ez a szabad akarat. Nem az ingerre, ti mit csináltok, nem atya, fiával azt csinál, pokolba fogtok menni, mint az egy. Nem ezt csinálta, hanem tovább adta a szeretetét, és együtt érezte velük, és mondta, atyám, bocsáss meg, nem tudnak, mit csinálnak. Mert miért? Mert tudatlanságban van, és nincs szabad akaratjuk rendesen viselkedni. És ő utána csak mit mondta? Fogta, akkor halta még, mikor ő akarta. Mondta, kezedbe ajánlom a lelkemet, puf, na ő legyőzte a halált. Ilyen, akinek van szabad akarata, az akkor születik, amikor akar, olyan szüleinél, akiknél akar, akkor hal meg, amikor akar. Na, az a szabad akarat. Ő született a Máriánál, ez volt, vagy ő választása, vagy az Úrnak választása, ez már részletkérdés, de ott nem karma szerint ott született a József, meg a Mária. Nem, nem azért, mert az a karmája volt. Mert neki nem volt karmája, mert nem volt itt előző élete. És elment ebből a testből, amikor ő gondolta. Ez a szabad akarat. De kezdjünk azzal, hogy először a tudatlanságból, a szenvedélybe, szenvedélyből, a jóságba, és utána a lelki szint.
Egy kicsit így bementünk pár gondolatba. Jó így? Köszönjük. Mindenkinek nagyon jó kérdései voltak. Igen, meg jó aktív volt ma egy csapat. Nagyon jó. Van egy kérdés, csak a... Utána. Jó. Akkor lehet, hogy be is fejezzünk az élőt. Akkor neked adom a főnöknek a zárszót. Hát akkor még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Köszönöm Bhakti Pál Prabhutól az előadást, és köszönöm szépen a közönségnek, hallgatóságnak a figyelmét itt is, és ott is. Itt is, ott is. És jövő héten folytatjuk akkor szerdán a kapcsolatoknak a tudományával. Közkívánatra. Igen, igen, köszönjük szépen. Hare Krishna. Hare Krishna.